Sziasztok! Még tavaly készítettem egy élménybeszámolót a Forza Horizon 4-ről. Vagy az idén volt? Lehet, hogy az még idén volt. A fene emlékszik. Mondjuk akár meg is nézhetném. Megnéztem, tavaly volt. Tök mindegy. Az a videó egy 8 perces tömény ömlengés volt. Azóta azért változott valamicskét a véleményem a játékról, mert még jobban imádom, mint akkor. De komolyan, ez a játék annyira eszméletlenül király. Most pedig végre kipróbálhattam a Forza Motorsportot is, ami ugyanennek a szériának a kevésbé árkád vonulata, konkrétan a hetedik, vagyis a legutóbbi résszel. De jó Isten, mennyi kocsi! Mennyi kerék! A Forza Motorsport 7 röviden olyan, mintha a Forza Horizonból kivennénk a nyílt világot, a fesztivál hangulatot, és lecsípnénk az őrült játékmódok egy részét, azért valamennyi még maradt, csak az alapversenyeket tartanánk meg, de azokat is sokkal komolyabban vennénk. Talán nem spoilerezek nagyot azzal, hogy emiatt kevésbé tetszett, mint a Horizon 4, hiszen abban pont a hangulatot és a szabadságot imádtam a legjobban, viszont attól, hogy egy autós játék nem ér fel a Horizon 4-hez, attól az még lehet nagyon jó, és a Forza Motorsport 7 nagyon jó. A Horizon 4-es tapasztalataimból kiindulva nem erőltettem a multit, biztos itt is szuper, de úgy voltam vele, hogy most vállalja be valaki más, hogy mindig az utolsó helyen végez, én pedig maradtam a kampánynál, ami egy jó hosszú versenysorozat, különböző kategóriákban, különböző autótípusokkal, a versenyautóktól a golfkocsikig. Várjál már, alattuk is vannak még, hát beszarok! Eleinte azért máshogy álltam a játékhoz, mint most, miután már azért egy jó 25-30 órát beleraktam, mert az alapbeállítás annyira nevetségesen könnyű, az ellenfelek simán hagynak nyerni, a kocsid nem siklik le a pályáról, és konkrétan lefékez helyetted a kanyarok előtt. Itt éppen tövig nyomom a gázt. Tövig! És a mechanika törvényei megtagadják az engedelmeskedést. Mi ez? Mi történik? Aztán megnéztem a beállításokban, hogy be van kapcsolva kb. Minden automata rásegítés. Gyorsan el is tüntettem azt a sok szart, nem kell nekem vakvezető. Azt a kurva! Baszd meg! Egy normális kanyart nem bírok bevenni! Amiket beszélek, egyenesben se tudom tartani azt a rohadt kocsit! Ez egy katasztrófa! Miután sikerült beállítani a perfekt kombinációt, az elalszom a volánnál, miközben megyek a nyugdíjamat elkölteni, és a kocsimat megszállta egy kopogó szellem lehetőségek között, onnantól a játékra már egy rossz szavam sem volt. A futamok jó hosszúak, sokkal hosszabbak, mint a Horizonban, ami részben jó, mert bőven van időd az élre jutni, akár sereghajtó pozíciókból is, annyiból viszont kevésbé jó, hogyha az élen vagy, akkor nagyon sokáig fogsz csak úgy menni. És sokkal kevesebb a lehetőség az arcoskodásra. Be lehet dobni azért menő előzéseket, de ez inkább a kivárásról és a jó időzítésről szól. Baromi jó érzés, amikor másfél körön keresztül követed az élen haladó triót, és aztán, amikor jön a tökéletes lehetőség, akkor mindegyik mellett elhúzol. Persze, ha nem sikerül, még mindig ott van a Rewind, nem a YouTube-os, amivel korrigálni tudod, ha például a jóisten négykerék meghajtású szerelméért se tudsz rendesen bevenni egy kanyart, de itt kevésbé használtam. Valahogy nem éreztem szükségét. A játékmenet, az irányítás és a kihívás pont jól ki van egyensúlyozva, vagy legalábbis sikerült találnom egy olyan beállítást, ahol ez összejött. Így nincs rászorulva az ember a kis sunyi trükkökre, csak néha-néha. Jézusom, mi ez a klónverseny? Nagyon szórakoztató a Forza 7, viszont sajnos még így is hiányérzetem volt. A grafikától nem voltam elhőve, ahogy a zenéktől se. A pályák pedig kicsit szürkék és üresek. Mondjuk azon beszartam, hogy a pálya szélén álló emberkék is ki vannak rendesen dolgozva, nyilván nem fotorealisztikus mértékben, de rendesen van fülük, meg bajszuk. A fényképezője mondjuk főleg az alkonyzónában maradt. Na itt egy tipp az új generációs Forzákhoz. Ha megáll az egyik versenyző közvetlenül a fotós mellett, akkor az reagáljon rá, és ne a távolt fényképezze, hanem mondjuk a versenyző. Mekkora poén lenne már egy ilyet belerakni a következő részbe? Az a baj a játékkal, hogy nincs benne semmi meglepetés, semmi váratlan. Tudom, hogy igazságtalan vagyok, mert folyamatosan a Horizonhoz hasonlítom, holott egy egészen más koncepciót képvisel, és egy remek játék a maga jogán, rengeteg tartalommal, jó játékmenettel, szórakoztató versenyekkel. Ha valaki esetleg fontolgatja a kipróbálását, akkor ne fontolgassa, hanem próbálja ki, garantáltan élvezni fogja. Az már más kérdés, hogy ha amellett kéne érvelnem, hogy miért választjátok a Motorsport 7-et a Horizon 4 helyett, akkor csöndben maradnék. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!